Rödik vagyunk, jó reggelt, Rödi! Na mi az? Sötétben húgyozó mesemondó, csak elolvastam a kommentet, ma csak teában. Jó reggelt, a többitől fosunk, mint a pelikán. A pelikán miért fosik? De nem tudom. Fogalmam sincs. Nem tudom, csak elolvastam, amúgy tök jó volt, meg köszi. De hogy... Sajnálom, hogy szalad a nap már most, de van. Csak elkezdtem gondolkodni rajta, hogy a pelikán mindig fosik. Ezt nem tudtam. Azon kezdtem az összes madár, hogyha belegondolsz. Jó, igen. Tehát nagyon ritka az, hogy madár, mit tudom én, egy ilyen kődarabot oda küld a kocsira. Igen, az ritka. Az ritka. Jó reggelt, srácok! Jó reggelt, szevasztok! Boldog pénteket! Amúgy az a videó, amikor a pelikán megpróbál megenni a mosómedvét, vagy valamit. Valamit megpróbál bekapni, igen. És tudod, és próbálja bekapni, és nem megy. Ő próbálkozik. Igen, ő próbálkozik. Igen. Mindegy. Jó reggelt. Jó reggelt. Már péntek van. It's over. Ennyi. Sikerült. Hogy telt el ez a hét, Jani? Hát ez is eltelt egy pillanat alatt. Egy pillanat alatt. Egyébként Kapi barát próbál bekapni egyébként. Kíváncsi vagyok, hogy Balázs vajon hogy érezheti magát. Most beszéltem vele. Beszéltél vele? Aha, egy ilyen 15 perccel ezelőtt. Kérdeztem tőle, hogy minden jó-e? Mondta, hogy igen. És kérdeztem, hogy mikor jönnek haza. És mondta, hogy holnap. Na, mondom, már holnap jöttök? Hát mondom, izé. Hát igen, ő erre a hétfőkedről erről így elfeledkezett. Aha. Mondom, hát ez remek. Ez remek. Igen. Úgy mondta, hogy úgy készült, hogy vasárnap már itthon legyen, és akkor hétfőn start. Aztán most eszébe jutott, mert megnézte a menetrendet. De amúgy minden rendben van. Még kérdezte is, hogy kedden jöjjön-e be. Én megmondtam, hogy inkább ne, megszoktam. Jó így. Nekem jó így. Hát na. Nekem jó így. Úgyhogy erről ennyit. Meg holnap lerpakolunk. Nem, hétfőn. Hétfőn? Aha. Hát ha már itt van lesz, ő mondta, ő ajánlotta fel. Amúgy ez egy jó dolog. Uh-huh. Legalább tudtok, vagy tudsz haladni. Na mindegy, de csak azért gondoltam, hogy felhozom, mert megkérdezted. Igen, igen, mert már olyan rég hallottunk róla. Egyébként elárulom nektek, hogy Balázs küldött nekünk egy aranyos fagyikóstoló videót. Küldött, majd együtt kielemezzük. Igen. Mert önmagában, tehát szerintem... Meg kell csináljuk, hogy hallják az emberek, mert ebben ez így vicces. Le, igen, tehát az a lényeg, hogy nagyon rövid, nagyon tömör, nagyon modoros review-t csinált az ilyen hekkes, meg ilyen fagyikról, Balázs. Az az igazság, hogyha ezt így most így ketten Janival próbálnánk elfogyasztani, az egy nagyon rövid content lenne. Kell ehhez Balázs, hogy hozzáadjon. Igen, igen, igen. Ez a dologhoz. Majd ő nem... beszámol erről. Igen. Részletesen. Mert maradjunk annyiban, hogy ott amikor felvette, akkor a lehetőségei korlátozottak voltak a gyerekek miatt. Úgyhogy így van. Majd itt elmondja. Így van. Itt elmeséli majd, így ahhoz, hogy pontosan milyen volt az élmény. Igen. De egyébként megcsinálta böcsülettel. Igen. Egyébként. Igen. Úgyhogy miért nem segítjen a költözésben? Nem, ti ezt nem értetek. Jani, ő egy szellemi kincs. Vigyázni kell rá. Érted? Tehát gyakorlatilag ez a halandó porhüvely, amiben van, ez így is egy olyan szinten nehezen gondozható dolog, most is mondta, hogy fáradt, hogy bazd meg, tehát érted? Ezt itt éppen kell tartani. De most komolyan mondom. Tehát így ne, nem viccelek. Szellemi kincs. Köszönöm. Nem viccelek, komolyan. Ilyen szépet még nem mondott nekem senki, komolyan. Hát köszönöm igen, szépen. Igen, mondjuk igazad van, meggondoltam a két szemem, én most így nem tudom, az utóbbi két évben ennyit kaptam, hogy olyan vagyok, mint Óvész Zoli. De jogos, jogos. Na jó, jogos. Ahogy, más ahogy érzed, mindenki legyen, tudod, a saját maga bírája, én leszek a másoké. De így van, egyébként vigyázni kell. Vigyázni de ahogy kell. Én is mondtam, hogy segítek. Ne, tudom, bármikor. Mondtad. De én tényleg komolyan mondtam, hogy vigyázni kell. Tudjátok, nálunk egyébként ez nagyon-nagyon furcsa, most nem viccelek. Egyszer beszélgettem egy gitáros sráccal, többször beszélgettem gitáros sráccal, nem ez a lényeg, akitől megkérdeztem, hogy na, mi a helyzet, mi újság van, és akkor így mondja, és elkezdtünk beszélgetni az életéről, mert minden egész sikeres bandával játszik, és kérdeztem tőle, hogy na, és mondom, amúgy mondom, hobbik, meg mit tudom én ilyenek, és így akkor volt először életemben, lehettem vagy 18 éves, nem tudom, mikor ez történt, akkor mondta el, hogy hát neki azért minden nem lehet csinálni. Nem mondom, mi a faszom bajod van? Igen. Hát mi bajod van, bazd meg, gitározol, csöves. Tudod meg, izé, köcsög hozzáállásom, a munkát sincs, faszfej. Tudod, próbáltam köcsög lenni, és mondta, hogy nagyon vigyáznia kell a kezére, mert az a megélhetése. Ezt csak azért meséltem el, mert nekem az nagyon meglepő volt, hogy amúgy bazd meg tényleg. És hát ugyanúgy mondjuk egy zongoristának is ugyanez. Igen. Persze, hogyne. Na most mi nem vagyunk zongoristák, nem. És a hasonlatot csak azért mondtam el, mert nem azt mondom, hogy ez nekünk egy ilyen nagyon fontos dolog, mert baromkodni tudok én itt úgyis, mint egy ilyen, nem tudom, egy kovászos uborka, ha legyen meg a fejem, de programozók, tetoválók, blablabla. Tehát mindenkinek vigyáznia kell magára. Az, hogy kire gondoltam, hogy csöves vagy köcsök 18 évesen, tudjátok, az ember hülye. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy
ha ilyen pakolászás van, meg hasonlók, az, hogy mind a ketten részt vegyünk egyszerre ezekben, főleg ami ilyen intenzív, az nem a legjobb ötlet. És nekem benne szokott lenni a fejemben. Tudom, hogy tudom, meg érted, meg most mondhatod azt, hogy jó, mert mennyi esélye van ennek, hogy mind a kettőnknek széttörik az összes ujja, hát ez az. Vagy eltörik a karja. Én csak azt mondom, hogy ez nem egy olyan dolog, amire aktívan figyelek, csak úgy benne szokott lenni a fejembe, hogyha mondjuk tegyük fel, lezuhanok a lépcsőn, és rámesik a 120 kilós szekrény, akkor jobb, ha csak én vagyok alatta, mert addig tudsz dolgozni. Ez igaz. Ezzel nem fogunk most soha együtt repülni. Ú, de hülye vagy. Majd külön repülővel megyünk, hogyha menjünk Amerikába. Hát nehogy már egy repülőn legyünk, Pisti. Én mondom, nem éri én meg. Mondom ezt, én nem aktívan figyelem ezt a dolgot, csak benne van a fejem. De amúgy igen. Igen. Most ezt totál félre fogják érteni, pont emiatt. Nem, hogy nem. Azt gondolom, hogy olyan kurva fontosak vagyunk, mint van. De értem. Értem, hogy miről. Két, bocsánat, igazad van, Mr. Rich, két magángéppel megyünk. Külön. Jól van. Rendben. Ez zöldséges nyelven lefordítva, a biznisznek mennie kell, mert abból élünk. Igen. Ennyi. Nem a Rothschild örökséget féltem. Pedig az is jó, hogy van. Hát van, csak nem nekünk. Na mindegy. Szóval értitek, meg a műsor is jó, hogyha megy tovább. Na mindegy, értitek, hogy miről beszélek. Úgyhogy ja, most erről csak eszembe jutott ez, a régi gitáros tudsz, hogy emlékszem, akkor is az ember csomószor találkozik ilyenekkel, 18 évig éltem úgy, hogy én bele sem gondoltam abba, hogy mennyi mindenre kell figyeljen oda valaki, aki a kezével dolgozik. Na hát, de amúgy ez teljesen jogos tőlük. Konkrétan, hogy nem lenne jogos? Hát, aki ebből él. A programozókat már nem biztos, hogy ide venném, mert a ChatGPT-vel lehet egy hang alapján is beszélgetni. Igen. Na egyébként visszakanyarodva a tegnapi happy hour-ra, pont megosztották egyébként Muskék ezt a dolgot. Na. Hogy hogy néz ki a Grok. És ugye az a legolcsóbb AI. Az a legolcsóbb AI? Ja, így a X előfizetéssel? Igen, mert az, most az amerikai árakat mondta, de ugye az 8 dollárba jön ki. A ChatGPT az 20, most tudod, mert hogy ugye a Groknál nincs aha. korlát, de a ChatGPT-nél ott van. Tehát ez egyben olyan, mint a fizetés, hogy elvileg az a legolcsóbb. Így a legolcsóbb. Csak azt akartam mondani, tudod, majd tegnap beszéltünk róla, hogy fizetős, nem fizetős. De én mindig emlékszem, hogy milyen képeket csinál. Erre lettem volna a legkíváncsibb. Majd megnézzük, hogy milyen képeket jó. csinál, ma amúgy is van időm, csak semmit. Persze. Ez fasz csinálnak, ez fúj. Itt ülünk egész itt ülünk, és gondolkozunk rá, hogy ne törjük el az ujjunkat. Mit csináljunk? Ne pakoljunk el, mert bajunk lesz. Mindjárt pakoljunk... jön az ebéd. Azaz, jön az ebéd, gondoljuk ki, tudod, ne pakoljunk semmit, bazdmeg, mert bajunk lesz, azt akkor... Persze. Tehát, hogy fogunk gondolkodni az ebéden? Úgyhogy óvatosan. Erről ennyit, csak viccelődünk. Nyilvánvalóan egész más dolgokkal gondoltam ma. Nem tudom elkerülni, úgyhogy muszáj beszélgessünk erről az új, mert mindig van valami flame, én ezért imádom ezeket a platformokat. Ha jól emlékszem, akkor a Telex is, a 444 és egyéb oldalak lehozták itt Magyarországon ezt az új dolgot. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szövevényes információk vannak a háttérben, illetve ti mit szóltak, illetve Jani mit szól az adott témához. Na. Tehát a BME, a Budapesti Műszaki Egyetem? Igen. Hallgatói képviselete szerint ki fogják tiltani a gólyatáborból az óvszerot. Ezzel megpróbálva ugye korlátozni, hogy minél kevesebbet hágjanak a gólyatáborban. Azt hittem, hogy a... Erre ugye reagáltak... A népszaporoltat akarják. Erre már reagáltak, hogy igen? Ugye, de hát ugye a biztonságos együttléteben azért, hogy segít az óvszer, és azt nyilatkozták, hogy ő szerintük a nem kívánt terhességek és a nemi betegségek sokkal jobban elkerülhetőek, ha egyáltalán nem baszol. De ez mekkora baromság, ez kitalálták, valami hőkös? Hát most már ne haragudj, kössé bele! Jó, abban nem lehet így belekötni, de most... Jó, hát akkor ki sem mozdulj otthonra lennyerővel, ülhetsz otthon a négy fal között. Így van. Hogy ez tavaly, és így volt már, én nem tudom, hogy volt tavaly, ez most hír, ezért is úgy kezdtem, hogy most osztották meg. Nem tudom, hogy mióta hír, azt sem tudom, hogy hol tartottak óvszermotozást. BME, baby boom incoming. Igen, képzeld el, régen ugye óvszerbe rakták a drogot, és feldugták a seggükbe, úgy csempésztek. Most a kotonba dugod a többi kotont. És úgy mész be a golyatából. Az kemény. És végül is milyen könnyen felcsusszan. Hát ez hogy ne? Na mindegy. Fúj, ez, de mondjuk ez nem tudom, ki találtak ide, ez egy nagy baromság. Úgy gondolod? Hát ez az. Hát ne hülyeskedj már.
hát pont ez lenne a lényeg, legalább tudjanak már szerencsétlenek védekezni. Hát. Igen, mert az az igazság, hogy ezekben a gólyatáborokban azért eléggé nehéz elkerülni ezeket a dolgokat. Mármint úgy értem, hogy nyilván mindenki a saját sorsának kovácsa, de az, hogy egyáltalán ne legyen ilyesmi, az nagyon-nagyon nehéz elkerülni, legalábbis szerintem, és nem feltétlenül jó döntés az, hogy megakadályozzák itt a... legalább, hogy ne legyen valami nagyon nagy gáz, nagyisten betegség, vagy egy dolog miatt. De ez olyan hülye kifogás, nem? Nem tudom, fura. Én nem tudom, ezt kitaláltak itt, de beszélgetnék vele egy pár sort. Lehet, hogy ő is ilyen stápoilos. Lehet. Arra gondoltam. De most már a stápoilról csak az a csávó jut eszembe, aki lebaszta az ajtóval a csávót. Ő a hősöm. Komolyan, tehát ez kész. Azt itt mutatunk a Happy Hour? Nem, de nem is fogjuk megmutatni. Az nagyon brutális. A csávon a képét, ezt ki akarom rakni a falra. Amúgy nem mindig nagyon durva. Ti láttátok azt a videót egyébként? Meséld el, és akkor úgy is jó lett. Tehát, hogy az van a videóban, hogy egy fikáppal megy egy csávó, gyanúsan ausztrálnak tűnik nekem. Igen. Megy egy csávó, egy idős csávó. Egy idős csávó. Mindjárt megosztom a linket veletek. Csak van, aki nem tudja megnézni a linket. Tehát egy idősebb csávó megy, és ugye hát eleve ugye óriás handicap van, mert sörözik. Tehát így megy, és így sörözik. És így mondja, hogy stop oil, és így meglát valakit az utca mellett valami táblával. Az út mellett táblával, hogy stop oil, meg minden. És az azonnal egy reakció, I get him with the door. És így kinyitja az ajtót ilyen 90-nél. És így klimp! És még ott üvölt, hogy oil is king, mate! Hátul meg ül a kutyája, szörnyű. Bloody teal vader. Just stop oil. I get him with the door. Just stop oil. Oil is king, mate. Szörnyű, az erőszakot nem szabad hirdetni, srácok, ez csúnya dolog. Bassza az ajtóval, olyat koppan az ember, beszarok. Pisti büdös paraszt, az erőszakot nem szabad hirdetni, jó, ez nagyon rossz kommunikáció, nem kell bántani a stápolyosokat, de ez a videó azért meghaltam. Tegyük hozzá, hogy legyünk teljesen tiszták ilyen szempontból, hogy nem azon rögtünk, hogy oldalba vágja az ajtóval, az is vicces, de inkább az a rögtünk a reakciójára, ahogy észreveszi, és azonnal azt mondja, hogy lebaszom az ajtót. Azonnal kapcsol, és az az első gondolat, hogy ott ezt most elkapom az ajtóval. De hogy ez neki... De én is ezen röhögtem, bazd meg, hogy ez neki szokása? Hát ez így azonnal lebaszom az ajtóval. Mint hogyha minden nap ezt csinálna. Az hát de szerintetek mit kapott az a szerencsétlen az ajtóval? De most komolyan, nem vicces. Szomorú, hogy ilyen erőszakos emberek vannak, akik isznak vezetés közben. Persze, de azért a képét kirakjuk a falra. Így van, tiltakozás kép. Ja, így van. Na, hogy... szóval lehet, hogy az egy ilyen oil, stop oil-os volt ez, aki kitalált ezt. Nem tudom, kitalálta ki, nem kell itt de szerintem ez nem egy jó ötlet. Hát egyáltalán nem az. Alapvetően ez szerintem nem lehet ezzel megakadályozni. Meg eleve most ez valamilyen szinten nem egy alapvető jog, hogy neked jogod van bazeg védekezni. Nem? Hát most ez olyan, gyakorlatilag eltiltanak egy dologtól, ami amúgy alapvető lenne. Hát igen, ez elég gáz. Nem? Tehát szerintem ez mindenféle szempontból. Igen, meg szerintem valaki nem rajzolta fel, tudod, mert ugye tudjátok, itt a hallgatói kormányzatoknál és a multiknál folyamatábrák kellenek, különböző meetingek sorozatát lekövetve. És ugye nem fogták fel azt, hogy van a két ember, tudod? És akkor, tehát hogy valamelyik valamiért a másiknak bármelyik lyukába be tudja dugni. Igen. És akkor így utána egy ketté ágazik, hogy van koton? Van. Be tudja dugni? Be. És utána nincs koton? Be tudja dugni? Még mindig be. Tehát, semmi és akkor így az jön ki ebből, hogy ugye, tehát hogy ugyanaz az eredmény, tehát áthúzva. Nem jó. Ez így nem jó. Figyeljetek, ott a BMW... Nem sikerült felrajzolni, az a baj. Ott a BMW-n valami rejtett bölcsész lehet. Nem tudom, hogy mi lehet. Ne ítélkezz. A műszaki egyetemen bejött valami bölcsész. Ne ítélkezz. Ez beszivárgó egységek vannak ott. Igen. Úgy érzem az egyetemen. Igen. Valami nem jó. Tehát, mert ugye azt gondolják ők, hogy ugye visszatartó ereje van annak, hogy nem lesz náluk óvszer. Aha. És akkor tudod, megpróbál az egyik rámászni a másikra, és akkor mondja, hogy halad, így nem. Na. Ez egyébként egy rettentő szép gondolat, de komolyan, és valószínűleg előfordulhat, hogy 100-ból egy lesz ilyen, vagy 2, vagy 5, vagy 10. Tehát én értem, csak ugye a hálónak a lyuka nagy. És ugye ezek az együttlétek általában nem azok a romantikus együttlétek, hát amiket a filmekben mutatnak, hogy mikor az anyuka nagyon örül annak, hogy az apuka kiporszívózott, és utána felmennek az emeletre.
amíg alszik a gyerek. Tehát ez nem az, hanem úgy szokott kezdődni, hogy a beleegyezés, tudod, ez a kölcsönös konszenzus, amire jutnak, hogy akkor most beleegyezünk, hogy mi most egymással leszünk, az úgy szokott kezdődni, hogy érted? És akkor utána a másik meg mondja, hogy érted? Meg ilyenek? Így van. És akkor közben nem biztos, hogy de nem biztos, hogy a kettőből sikerült leszűrni azt, hogy most van-e nálad ilyen izé, vagy nem. Igen. Érted? Mert hogy abban se biztos, hogy hova dugta. És amikor már felmerül a kérdés, akkor már annyi lesz, hogy és kész. Az a baj, hogy igen, tehát, hogy... És ennyi lesz. Úgyhogy azért mondom, hogy kell óvszer. Ezt nem tudom, ki találta ki, de nagyon rossz ember. Igen, szóval ezekben a gólyatáborokban azért befolyás alatt vannak ezek az emberek általában. Kicsit. Én úgy gondolom, mert egy paraszt vagyok, vagy visszaemlékszem a mi gólyatáborainkra. Na mindegy. És így, azt tudom, mi van. Nem gondolta végig. Vagy az is lehet, hogy aki kitalálta ezt a szabályt, lehet félszűz. És úgy könnyű. Ja, igen, ilyen van. Ugye olyan van? Ezt igen. Most már az a baj, hogy ez ájbali kéne, de nem. De igen. Igen. Vagy kopaszodik, és félszűz. Mert akkor az a legrosszabb kombó. Vagy igazi hökös, és csak náluk lesz koton. Ők fogják árulni, baszki! Fű alatt! Ja. Aha. Úgy van, 5000 egy darab. Mindegy. Én nem gondolom, hogy ez egy jó, nem gondolom, hogy ez egy jó ötlet. Nem gondolom, hogy ez egy jó ötlet, de már annyira régen volt az egyetem. Én először gondoltam, 2008-ban voltam. Aha. Az 16 évvel ezelőtt volt. Uh-huh. Úgyhogy nekem már lehet ilyeneket mondani. Na ez az. Oké? Okay? Úgyhogy, tudja. Jó, ezt most csak arra értettem, aki nem tudja, mi ez a kopaszodó, hogy idős. A kopaszodással nincsen baj, és a kopasz embereket is szeretjük. Nézzétek meg, itt van Bazsi, szeretem én is őt. Ő is engem. Néha. Milyen gólyatábor volt, ahol voltam, ha vannak emlékeim? Egy hetes. Azért vannak emlékeim, mert nem tudtam végig. Igen. Na. Na mindegy. Szóval erről ennyit. Úgyhogy mi ítélkezünk, mert nekünk már nagyon rég volt. Azt sem tudom, mik a szokások manapság. Á, már nem lehet tudni. Nem, egyáltalán mostanában már feláll. Mármint? Hát lehet olyan sodibat, nem tudom. Ja, hogy ne állna fel? Biztos. Hát nem hiába hozták meg ezt az óvszermentességet. Én most csak próbálom erőltetni, hogy mennyire volt messze időben. Hogy lehet, hogy már a sodibat. Nem tudom, fogalmam sincs. Na, de ez van, én szerintem ez nem egy jó gondolatmenet. Nem. Ez általában nem szokott meg. Segít a folyamatára. Megint egy szélsőséges megoldás. Így van. És rossz így megoldás. Van. Így van. Úgyhogy mondom, ezzel az a baj, hogy és most tudnék olyanokat mondani, na mindegy, de nem akarom mondani, mert tudjátok, azért még mindig van különbség a reggeli műsor és egy baráti beszélgetés között. Sajnos, de már nem de sok. De most nem. Ne, már egyre keskenyebb most már az a határ. Igen, nem tudom, melyikünk vékonyította el, Jani. Szóval rájöttél. De mindegy. De tény, hogy ezek nem szoktam megoldásra vezetni. Mondom, segít a folyamatábra. Csináljátok azt. Simán kiveszem időben, mondtam 15 év, és most a lányom megy a gimibe. Az a baj, ezek veszélyes mondatok. Veszélyes Igen. Utolsó mondatok ezek. Igen. Ilyen van, több, mint gondolátok. Az a baj, van ilyen. Tehát ennél már csak az lenne gáznap, hogyha azt mondták, van, hogy tilos. Hát ez az, igen. És mentek volna ellenőrizni, tudod? Gumibotta. A gólyatáborosok, igen. A sátrakat így verték volna. Mit csinálsz, oda ment? Az. Hallom, hogy csattan. Az. Ez lett volna úgy. Na, mindegy, szörnyű. Én nem is értem. Hát, na, mindegy. És ez hogy ellenőrizik az offset? Átnézik a táskát. És úgy megyek fej rajtamban. Na, ez nem jutott eszembe. Ha? Meg gólyatáborok felhozom, bazeg. Ha? Ez nagyon durva. De most komolyan. Hát most hülye vagy, nyúljál rá pöcsön, amikor megyek befele, megtudom, ez a hurrikárugás, bazd meg. A kurva életbe, az a Tonyáféle. Pedig elméletileg nem is tudok olyan magasra ugrani, de megcsinálom. Igen. Tehát mindegy, mi történik a levegőben, ráesek, az biztos. Hát most, hogyha nem tudod becsempészni. Hát ennyi erőben az alsónadrágodban is elrejtetsz egy párat. Hát igen. Mert azt nem fogják megtapogatni. Azért de legalább azt mondod, ready. Az ready. Aj, nehéz ügy, srácok, nehéz ügy. Nehéz ügy. És vajon mit csinálnak azzal, akinek találnak? Elveszik. Elveszik? Hát gondolom. Vagy lehet haza is küldik, nem? Mi az, hogy óvszer van nálad? Hát meg a szar. Ilyenkor amúgy tényleg megkérdezem, hogy ez ki de, de nekem az a problémám, hogy érted, tehát van akinek a szülő ad. Hát felelős szülő. Mert hát most bazeg. Hát persze. De tényleg most komolyan, mit szólnak ez a szülők? Hát na, tőlük kéne megkérdezni amúgy, ez is egy jó kérdés. Akinek egy nagy része szintén volt golyatáborban.
De most kézzel, gondolj be, gondolj bele. A mai 18 éveseknek a szülei, mit mondjuk, mondjuk még éppen 50 alatt vannak. Vagy sokkal fiatalabbak. Uh-huh. Mert ugye ők sem vittek. Ószer, csak viccelek. De tehát az nem volt olyan régen, Jani. Nem. Tehát ott is olyan golyatábor volt, bazd meg, hogy egész Pest csattogott. De ez az, gondolj bele, bazd ki, elküldöd a lányodat, a 18 éves lányodat egy olyan helyre, ahol fix tudod, hogy nincs ószer, és általában történnek dolgok. Uh-huh. Kurva megnyugtató amúgy. Uh-huh. Furcsa. Lányokban nem lesznek a golyatáborokban, mert a szülők nem akarják, hogy egyedül nevelje a csimotát. Ez a csimota. Mit? Milyen csimota? Na mindegy, ez van. Reméltem, hogy nem találkozunk nagyon el. Csimota gyerek. Kisbaba. Aha. Remélem én is, hogy nem találkoztuk el, de összességében szerintem átmegy az üzenetünk, hogy ez egy hülyeség. Igen. Ilyet csinálni. Hát maradjunk annyiban, hogy most nyilván ugye ezt a BMW-n gondolták ki, lehet, hogy nem is így lesz, stb. Ezért is mondja azt az ember egy idő után, hogy azért az egyetemisták, még a végén is, még gyerek még olyankor az ember. Hát gyerek, csak veszélyes. Ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor majd megmutatod neki ezt a cikket. Aki egyetemre járt, az valaki. Aki azt hiszi, hogy kotton kell a baszáshoz. Jó van. Na. Jó van, akkor... És ha nincs, akkor nem lesz. Jó van, akkor király. Mondom, ez... Yeah. Biztos tudod, milyenek. Nem, biztos, hogy... Pont ezt nem tanulták. Szerintem valami PhD-s társadalom szakértő, vagy valami hasonló. Nem tudom, hogy BMI-n vannak olyan... Nincsen beszivárgott. Jó, beszivárgott sem. Olyan van? Azért mondom. Olyan van. Hát más nem talált a BMI-n, azért mérnökök vannak. Hát ilyeneket nem találnak ki mérnökök. Igen. Na mindegy. Vannak dolgok. Srácok, ki akartam télni arra, hogy megköszönjem az elmúlt egy héten egyébként. Nagyon sok rettentő jó kérdést kaptunk a Happy Hour-ben, és csak meg akartalak erősíteni benneteket, hogy ez egyébként nekünk nagyon sokat segít. Igen. Meg nagyon sokszor tudunk így valami olyan témát érintve, vagy olyan dologról konkrétan beszélni, ami titeket is érdekel, ami szerintem fontos. Úgyhogy köszi szépen. Köszi. Rebúr azt kérdezi, hogy a pessáriummal mi a helyzet. Nyilvánvalóan azt nem tudják elvenni az emberektől, a lányoktól, de itt főleg a nemi betegségektől paráznak szerintem. Uh-huh. Azon ugye nem segít ez a dolog, szóval szerintem azt azért nem vették bele, meg mégis csak ritkább egyébként szerintem ebben a korban, hogy valaki olyat rakat fel. Mondom, nem akartam olyan nagyon-nagyon sokáig vesézni ezt a témát, de én nem azt mondom, hogy megértem a felháborodását az embereknek, mert manapság mindenen felháborodunk, de azért ez talán tényleg áz. Meg ez is egy ilyen visszalépés. Mi szerintem. Csinál? Hát ez a dolog. Én annyira... Mint a sulikból kitilt a telefon, ugyanez az eset. Én annyira nem lepődtem meg egyébként ezen, hogy vannak emberek, akik így gondolkodnak. Hát mondjuk már mostában én sem lepődök meg semmit, de... Tehát azért a körülményeket, ahogy az emberek élnek, ezek az emberek élnek, azért szerintem érdemes így megvizsgálni mindenkinek saját magának, hogy milyen körülmények között élhet valaki, aki és mennyi ideig kellett üljön és a plafon nézze, hogy egy ekkora fasságot kitaláljon. Nem tudom elképzelni én sem. De komolyan. És gondoljatok bele abba, hogy még az is lehet, hogy 2024-re odajutottunk, hogy ez nem volt elég egy ember. Hanem szerintem, lehet, hogy ezt mondjuk hárman együtt találták. Szerintem ezek meetingek voltak, amúgy, ha engem kérdezel, Pisti. Tehát, hogy az a baj, de én nem lepődök meg. Manapság már olyan dolgokat kitalálnak az emberek, meg olyan dolgokat komplikálnak, azért, mert egyszerűen nem tudom, mi lehet a gond ezzel, de az emberek, nem tudom, valószínűleg sok mindenkitől elvette, ez csak egy feltételezés, tudod, egy kicsit így a... Azt a részét a kreativitásának, hogy mit kezdjen az idejével. Mm-hmm. És most nem viccelek. A teló. Igen. Érted? Mert ugye ott azt gyakorlatilag passzívan fogyasztod azt a tartalmat, kikapcsol az agyad, csá. És amikor tudod, de ezzel ugyanaz a baj, hogy meg is unod. Mm-hmm. Egyébként. És amikor már az se jó, akkor így egy csomó mindenki így van, és így unja magát. Felnőtt létére. Ugye a gyerekeknél az unatkozás az úgy működik, hogy ugye nagyon sokan nem hagyják unatkozni a gyereküket, uh-huh. azért, mert akkor tudod, akkor foglalkozni kell vele. Az nem jó. Foglalkozni kell. Hát az nem jó, meg tudod, állandóan baszogat. Hanem tudod, azon vannak, hogy minél jobban lekössék őket, ami egyrészről jó, mert tudod, programot szervezünk, minél megyünk, oda megyünk, ilyen játszótér, olyan vidámpark anyám kínja,
a maradék időben meg tudod, tablet, tévé, faszom, minden, ne unatkozzál. És ugye azt mondják a szakemberek, hogy érdemes hagyni unatkozni a gyerekeket, mert ugye olyankor tudod, lesznek találékonyabbak, és akkor elkezdenek játszani valamivel, általában ezek egyszerű dolgok, vagy kitalálnak valami új dolgot, amit tudnak csinálni, és lefoglalják magukat, és ezt a készséget amúgy erősíteni kell az emberekben. Jó lenne, igen. És ugye felnőtt korodra általában ugye az emberek nagy része azért nem szokott unatkozni, lássuk be, mert kurva sok dolga van, és örülhogyjuk van a seggén. Igen, tudom, hogy ez így van, Vops, nekem is azt mondta annak idején, apukám, most ezt nem fogom tagadni, ez van. Unatkozol, játsszál akkor pöcsöd be a porba, hogyha más nincs. Ugye ezt mondták, ez van. De alapvetően ez, higgyétek el, nagyon sokat segít a gyerekeken, mert én is látom, hogy... Szerintem ezt meg kell tanulniuk, hát ez is egy készség, nem? Ja, hogy ja, múltkor, tudjátok, most például mi is, ugye rettentő sok mindent csinálunk a ház körül, meg ilyenek. Múltkor csóri gyerek, bazd meg, már nem tudott mit csinálni. Hát ilyen gallyakat talált. Ugye rettenet sokat, és akkor ilyen gajkiállítás szervezett Franciaországban. Na, milyen érdekes. Franciaország volt a lépcső. Hoppá. Nagyon fontos, 20 különbözőféle gaj. A végén meg kellett nézzem. Ugye, itt volt gyakorlatilag egy tárlatvezetés. Hogy nagyon ez ilyen helyes. gaj, nagyon vicces kitalált nevek, amit el tudtok képzelni, más feladat el volt vele. De és ez milyen rohadt? De nekem nem az volt a jó érzés, hogy nem kell vele foglalkozni, hanem egyszerűen az volt a jó érzés, hogy emlékszem, hogy mi is ilyen fasságokat csináltunk. Igen, igen. Egyébként igen, pontosan. Tehát, hogy mi is tudod, így mit, hogy feltaláltuk magunkat. Nem volt más, igen. Stb. Akkor és ott. Ez nem azt jelenti, tudod, hogy nincs otthon tévében, az meg, hogy mi a faszon bajod van. Nem az, hanem egyszerűen, amikor kint van az ember, úgy jobb, hogyha csinál valamit. És azt hittem érzni, hogy nagyon sok felnőttnél, egyszerűen, akiknek, tudod, hál' Istennek szabad idejük van, meg ilyenek, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni az idejükkel. De valami, és nem tudom, hogy a social media, vagy ez a modern világ, azért tudod, hogy mindig a passzív kikapcsolódás van, csak ugye azt megunod, és ott megállt a világ. És tudod, ez az unalomban, és gondolom akkor születnek ilyen ötletek, de most ettől már távolodjunk el a katontól, de jó. Akkor is, nem tudom, olyan furcsa nekem, hogy tudod, eleve az furcsa, hogy valakinek tudod, annyira sok szabad ideje, vagy nem tudom mit kezdeni vele. Ez is fura. Az nekem nagyon furcsa. Igen. Én megőrülnék. Igen, de hogy, igen, tehát én sem tudom elképzelni, megőrülnék. Hogy lehet unatkozni, de persze ez én vagyok. Minden ember más. De látod, hogy így nem tudom, valami miatt mégis ez van, hogy ez az a téma, amit szinte majdnem minden, vagy minden második happy hour-be érintek, hogy általában nem az alsóbb osztályokba tartozó emberekkel fordul ez elő. Hát persze. Hanem ugye azokkal, akik olyan státuszban élnek, hogy hát ez van, és akkor ugye olyankor, amikor ez bekövetkezik, akkor ugye elkezdenek a saját problémájuk helyett mások gondjaival foglalkozni. És akkor van idejük. És akkor születnek a legnagyobb baromságok, amikor elkezdesz a más osztályok, más korosztályok, vagy olyan témakörökben megoldásokat találni, amihez kibaszott seg vagy. És akkor feltalálod ezt a fantasztikus ötletet például, hogy akkor ne lehessen koton behozni, mert akkor az jó lesz. Jó, de érthető, remélem, amit mondani szeretnék. Pedig, mint valamivel foglalkozni, olyan jó. Igen, vagy nem tudom, na, nem inkább nem mondok semmit. Ne, óvatosan, csak óvatosan. Azt akartam, hogy amúgy... Inkább nem. Jó, nem mondok semmit, de azt akartam mondani, hogy jobb lenne amúgy, hogyha elkezdett volna drogozni, nem? Mármint az ember, aki kitalálta, lehet jobb lett volna. Nem akartam itt legalizálni a drogot, de hogy amúgy ilyenkor jobb lett volna, nem? Unatkozik, ilyeneken pörög az agy, és így nyomott van egy kis kokó. Szóval az a lényeg, hogy aki kitalálta a no-cotont, azt nem hagyták kreatívkodni kispöcsös korában. Meg lehet? Lehet. Meg lehet? Nem tudom. Meg lehet. De a folyamat az, mondom, nem tudom, hogy az egyikből következik-e a másik, de mindkettő, higgyétek el, valid. Tehát az is, hogy a gyerekeket hagyni kell kreatívkodni, meg unatkozni is hagyni kell őket, meg az is, hogy nagyon sokan ebbe a szituációba vannak, hogy mondom, mindenféle dologgal elkezdenek foglalkozni, mivel nem kéne, nagy unalmukban vagy nagy kényelmükben, nem tudom, és akkor belemegyünk ilyen baromságokba. Az, hogy a kettőnek van-e köze egymáshoz, azt nem tudom. Én csak mondtam, hogy így most így igazából így valamilyen síkon amúgy össze tudom kötni. Hát össze lehet. Össze lehet. Ezt a kettőt, de nem tudom, hogy emiatt van-e. De tény, hogy fura, hogy olyan sokan így üresben járnak. Én annyi, olyan sok mindenkitől hallom ezt. Amit nyomta? Nem. Amúgy én is szoktam hallani ismerősöktől. Igen. Azt a nem tudom, bazeg, én nem tudnék unatkozni. Hát én most úgy érzem, hogyha ne adj Isten, mert tudod, kapok egy áldást az égből, és nagyon sokáig fogok élni, akkor sem fogok tudni a végére jutni, azok fasságnak, bazeg. Nem. Egyszerűen így érzem. Meg én az az embertípus vagyok, aki mindig kitalál valami fasságot.
Igen. Én nem tudnék unatkozni, egyszerűen valahogy mindig valamint pörögnék. És az biztos, csinálni. Az biztos. Csinálnék valamit. Az biztos, hogy fura ez. Igen. De mondom, nem tudom, hogy ennek van-e köze ehhez a, gyerekkori témához, de azt tényleg... Amúgy szó. Lehet, hogy van. Tehát engem, is, engem rengetegszer hagytak tudod így magamra, úgymond, hogy foglaljam el magam. Hogy? Gyerekkoromban hogy? Is, és amúgy tök jól el voltam, meg én is uh-huh. kitaláltam minden hülyeséget. Engem. Meg akkor még, érted, amikor mi gyerekek voltunk, nem is nagyon volt más lehetőség. Mármint, hogy érted, nem voltak ilyen nagyon extra dolgok. Hát igen, annyi lehetőség nem volt, mint igen. most. Igen. Nem tudtak tabletet adni a kezünkbe. Na ez az például. Mondjuk akkor biztos, hogy rákattanok. És lehet, hogy nem is ilyen ember lennék. Na jó, de persze, hogy rákattantál volna. Hát nyilván rákattansz. Az most a gyerek is rákattannak, az biztos. Hogy látod a koton kérdés lányos apukaként? Oh, abban a szempontból, hogy nem vizsgálom ezeket a dolgokat. Nem kell egyetemre menni. Ott vannak fiúk. Sőt, sehova se kell menni. Ott vannak fiúk. Otthon kell maradni apával. Az komoly. Otthon kell maradni apával. Ó, Istenem. Addig nem ér el a lány. Ez rosszul hangzik, Pisti. Tudom, ezek a jelenlegi gondolataim. Majd figyelj, változik. Az iskolában is lesznek fiúk. Micsoda? Általános iskolában is, meg középiskolában is. Uh-huh. Menni kell? Hát menni kell. Nem kell. Kötelező. Persze, a jogosítvány is az, hogy vezess. Meg a koton is, hogy basszál, ugye? Igen? Jó. Ó, csak viccelődök, persze. Otthoni oktatást fogunk bevezetni. De tudjátok, hogy ezekkel a lányos apukák ilyen kiskorban még azért nagyon nehezen gondolkodnak hát. Ezekkel a dolgokkal. Amúgy ez amúgy szerintem nehéz lesz nagyon. Nagyon-nagyon nehéz. Szerintem ez egyik legnehezebb dolog, ezt elviselni. A gondolatát, stb. Stb. Az ember idővel érik meg a dolgokhoz. Most nem az a dolgom, hogy ezen gondolkozzak, úgyhogy lehetek a radikális. Még élvezkezte a pár évet. Mindig gonosz kérdések ezek. Valaki amúgy belinkelte, de már elpörgött ez a cucc, igen? hogy tényleg igaz ez, hogy kinyitotta Észak-Korea a magát a turizmus előtt? Lehet oda menni? Nem most tudom, már? Open? Hát nem, csak milyen érdekes már. Mert hogy annyira zárt nemzet volt mindig is. Mm. Mondjuk, ahogy Magyarországról beszélnek mostanában az emberek, egyébként mehetünk volna, hogy olyan lesz. Viccelek. De tényleg? Tehát ez valid info? Ez mennyire valid info? Azt tudom, hogy vannak ilyen szervezett utak, de ez olyan, mint hogy Csernobilban is vannak szervezett utak. Pontosan. Tehát, hogy, de az nem ugyanaz, mint hogy rendesen te... 5 éve nem lehetett bemenni, a Covid miatt volt lezárva az ország teljesen, ja, aha. és most újra nyitják. Oha, hát tehát meg akarják mutatni a tölteteket. Ott vannak a cikkek. Mm. És akkor is, mint annyira nemzetközi turizmus előtt. Mondom, szerintem ki fogják állítani a rakétákat. Lehogy lehet. Azért jönnek a külföldi turisták, azt mondják, arra nézzél, milyen van. Lehet. Kész. És akkor így mennek. Európa? Asia? És akkor is. Yes. Na, én nem menni tudom. Kell, ilyen streamet kell. Én nem vágyom ilyen helyekre. Nem mennél el, ami megnézni? Én megnézni. És akkor megnéznéd. Aha. Nem tudom. Engem érdekelnek az... Jó, mondjuk alapvetően érdekel az ázsiai rész. Engem is érdekelne az ázsiai mentünk. Rész. Sose voltunk arra, ja, semmelyik ja. országban. Igen. De... De hogy ez extrán különleges lehet. Uh-huh. Kíváncsi lennék, hogy milyen. Biztos, hogy igen. Mondjuk én nem vagyok annyira katasztrofaturista, de mondjuk ezt lehet úgy fognám fel. Ez az lenne neked? Nem tudom. Én nem gondolom azt, hogy olyan jó érzés lenne, tudod, látni azt, hogy hogy élnek emberek. És itt most nem a körülményekről beszélek, hanem hogy milyen, amikor... Én csak olvastam meg, podcastet láttam így Észak-Koreáról, uh-huh. hogy tényleg, tehát elküszöm, még így összeszorultam belül. Amúgy elég durva. Igen, én is nézegettem. Mikor magyarázzák azt tudod, hogy nem tudják fent, tehát olyan rossz volt a szituáció, hogy nem tudták fenntartani az elektromos hálózatot, és hogy 2 napig nem volt áram. Uh-huh. Minden? És bemondták mindenhol, meg kiterjedt az információ, hogy ez az egész kontinens érinti az áramszünet, nem csak Észak-Koreát, és tudod, ott laksz a hegyen, és látod szembe a másik országot, ahol így fényben van az egész. Hát igen. Igen. Vannak ilyenek. Ott, és így... Na mindegy, tehát ezek azok a példák, amik olyanok, hogy így... Igen. Igen, az... Ne nézz fel.
Ez a neve, igen, igen, igen. És nem tudom, hogy én ezt nem tudom, hogy mennyire... Nehéz, mert ugye ők egész életükben így nőnek fel. Így van, és emiatt, emiatt nyilvánvalóan a nyugati országokból érkező emberek, tudod, teljesen hülyének nézik ezeket az embereket. Igen, pedig nem hülyék. Egyáltalán. Egyáltalán nem hülyék. És mondom, én ettől félnék. Csak azért lenne érdekes élmény. Hogy én biztosan érdekes lenne. Félnék attól, hogy úgy nyilvánulok meg, vagy nem tudom, kialakulna belőlem egy olyan érzés, hogy ennyire nem lehet valaki hülye. Igen. Vagy valami ilyesmi, pedig amúgy nem erről van szó, csak sajnos a rendszer az ugye lassú vízpartot most alapon, ugye a generációkon át. Igen. Na mindegy, de amúgy érdekes téma ez, hogy mennél le ilyen helyre. Japánban nagyon-nagyon nem, de nagyon-nagyon félnék elmenni egyébként, mert nagyon sok minden van Japánban, ami nyilvánvalóan jobban érdekel, mint a legtöbb dolog. Emellett van néhány körülmény, amit külön kiemelnek azok, akik szoktak utazni, hogy ott a legjobb az egész világon. És emiatt nem tudom, így tudod, az ember muszáj szinten tartsa, tudod, az elvárásai dolgok a kapcsolatban, mert különben minden szar lesz. Oda nagyon elmennék én is Japánba. Ott nagyon-nagyon mondják, hogy mind gasztró, mind technológia, mind minden szinten az egyik legnagyobb királyság. El kéne menjünk. Minden. De minden. Tehát mondom, a gasztrokultúra, a maga a társadalom, ahogy egymáshoz áll, a technológia, az autós kultúra, úristen, stb. Tehát így Jesus. Tehát ugye elvileg nagyon durva. Mondom, nagyon sok ilyen dokufilmet, meg ilyen egyéb dolgokat láttam már abban, és így biztos vagyok benne, hogy nagyon durva. Megvan biztos a negatív része, csúnyán, annak is, csak hogy pont azok, hogy a turistaként ugye nem a társadalom mélyét látod, csak ezt a felszínt, ami teljesen elbolondít. Ja. Jó lenne megnézni. Egy jó kis Gundam gyárlátogatással, mondjuk. Igen, az is van. Meg ott van életnagyságú. Igen, tudom. De mindegy. Én több szempontból is láttam már ilyen, tehát Japánról készült ilyen dokumentumfilmet, vagy amiben érintették, hasonlók. Nagyon érdekes látni. Oda emeli. De mondom, eleve az egész kontinens érdekes. Igen, tehát biztosan nagyon sok rossz része van, csak mondom, tehát Amerika is ilyen ebből a szempontból, hogy turistaként csak a krémet látod. Hogyne. És az a baj, azt csavarja le fel. Már, hogyha Los Angelesben járkálsz, akkor elég sok hajléktalanul is találkozhatsz. Most már azért nem csak a krém van ott, jó, de akkor is az ott, mikor legutóbb voltak, emlékszem. Hát akkor is volt. Kegyetlen igen. Sok volt, igen. Igen. De mondjuk, ja, oda nem mennék most már vissza. Például. Igen. Na, de csak mondom, hogy érdekes lenne így a más kultúra, attól függetlenül, csak nem vagyok, nem tudom, az Észak-Korea az ilyen... Meg nem tudom, valahogy így nem tudom, nagyszüleimet hallottam sztorizgatni a régi rendszerről eleget, hogy félnék, hogy elvisznek, mert rosszul néztem, vagy rossz helyre ültem. Jó, hát igen. Úgy lehet, hogy jobb, hogyha van egy valaki, aki ismeri a helyi szokásokat, és úgy mész, hogy ne hibázz. Mert ott tényleg elvisznek. Az vége van. Mostanában túl sok a dolgom itthon, meg túl sok minden foglalkoztat, úgyhogy nem vágyok ilyen külföldi útra most. Nem tudom, egy jó ideje. Hát egy jó ideje nem vágyom már egyébként erre. Jó, neked most van mit csinálni, ez igaz? Hát, ja, meg mondom, így nagyon sok mindennel foglalkozok, most így ebben élem ki magam. Úgyhogy nem, mostanában nem, én nem gondolkodtam ilyenen. Szóval igen, ez az Ázsiába utazás. Ja. Hát már csak a gasztrokultúra miatt is elmennék Japánban, meg a kocsik miatt. Meg az autós kultúra miatt, ami ott van, a kocsik mellé, ami van. Azért nagyon elmennék. Így ezt a kettőt így meg... Atyaig. Igen, hát azért lehetne ülni sokat. Egyébként sokan Amerikában is azért mennek, ezért a két dolog miatt. Tudom, hogy többen voltatok már egyébként. Igen. A nézőink közül rengetegen. Igen, tudom. Volt, aki küldött képet, hogy nézte a Happy Hour-t onnan, meg minden. Igen. Azokat mindig bírom, azokat a képeket. De igen, szóval az biztos, hogy keletre menni azért lehet érdekes, és azért gondolom, hogy nagyon izgalmas, mert kelet felé ott nagyon más a világ. Nyugat felé annyira nem. Igen, teljesen más. Kelet felé viszont ott már tényleg egy másik kultúrában. Minél messzebb mész, annál másabb kultúrában mászol bele. Egyébként, és mondom, arra azért nyilván én is kíváncsi vagyok. Kínáról is hallottam, hogy nagyon fasza. Hát ott is biztos vannak szép helyek. Bár érdekes amúgy az annyira nem vonz. Kína? Aha. Pedig attól az is embertelen durva. Biztos jó, csak most valahogy annyira nem. Ott is meg hát hatalmas az ország. Meg azért ott is mondom, amit nézni. Biztosan. De Japán tény, hogy azért érdekesebb nekem is.
Jó, én is inkább mennék el Kínába, mint Észak-Koreába, amúgy így már, mint ebből a szempontból, hogy tudod, mennyire veszélyes. Ja. Úgy értem. Nagyon érdekes, mert így, hogyha így ezekről a helyekről beszélgetünk, nagyon-nagyon szeretném amúgy látni egyébként így például Afrikát. Afrika, aha. Nem. Nem? Szeretném látni, de nem. Jó van, ők vannak ők ott, meg én is jó vagyok, itt nem akarok én menni, nem, jó van az. Így az így, ez így jó. Uh-huh. Így nem tudom, valahogy engem így a Afrika, meg a Közel-Kelet sose vonzott. Engem se amúgy. Valami miatt. Nem tudom, hogy miért nem. De annyira, engem se. Annyira India se vonz. Nem tudom, most csak így a kontinensekről beszélgetünk. Igen, 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 igen. Hát engem Ausztrália nem vonz. Nem vonz Ausztrália a kibaszott bogarak miatt, mi? Meg a pókok miatt, meg a pókbogarak miatt. Hagyja, azok a dolgok vannak. Az minden megöl. Pedig amúgy azt mondják, hogy az is nagyon szép hely. Nagyon-nagyon szép hely. Csak, igen, Elvis éjszaka, nem tudom, a pókmajom. Vagy valami lesz. Az Elvis, bazd. Hát ez az én bajom, hogy én oda biztos nem megyek. Hát olyan dolgok vannak ott. Igen, az már nagyon durva. Én is láttam most egy-két videóban, volt fent. Meg pont Ausztrál volt, az mutatta egy srác, hogy az egyik tarantulát megtámadta az a gomba. A lesztofasz gomba. Ja, igen. Azt láttad? Nem. És rendesen így kinőtt belőle. Ne szopa. Igen, mert tudod, ez a... Mindjárt megmondják, mi a neve. Tehát az a lényeg, hogy a Last of Us-ban ez a gombagenyó, ez amúgy, tehát ez inspirálódott, igen, egy valódi gombától. Igen. Cordyceps, köszönöm. Igen. A Cordyceps megtámadja, ugye, mint parazita belülről, ugye, átveszi az irányítást az idegrendszere fölött, és ugye megbénul, és talán így kijön belőle a gomba kinő belőle. De tudta mozgatni a pókot? Igen, elviszi arra a helyre, ahova menni akar. Kurva jó. Tehát tudtam, igen. Ez next level. Gomba. Igen, és akkor így ülsz, és így tudod, hogy ez így Ausztrália, meg minden, és persze máshol is vannak olyan emberek, meg minden, de így ülsz, hogy nem kell ezem. Engem Dubaj sem vonzott soha annyira egyébként. Tök szép képek vannak róla, meg minden, de hogy így arra megy, ez nincs elgott. Az engem se Dubaj, nem tudom. Igen, Dubaj olyan, túl, mint... Túl mű nekem az egész város. Dubaj olyan, mint a Közel-Kelet, csak nem. Igen. Olyan furcsa. Nem tudom, nekem... Az se vonz. Engem se vonz, de nyilván ez gondolom ilyen ízlés kérdése. Valaki biztos gondolom. Szereti, én nem tudom, hogy annyira nem. Annyira nem. Én ilyen ladyboyos se vagyok. Amúgy. Azt mondják, az van itt csomó. Dubajban. Azok vannak? Igen. Mint a gép, ja. Azt hiszem, azok Tájföldön vannak. Ott is vannak, igen. Szóval, na, ez van. Nekem annyira nem. Na, azok viszont, Balázs, nagyon... A skandináv országok? Az bármikor. Azok bármikor nagyon szívesen elmegyek. Hát én is. Amúgy igen, tehát az biztos, az hogy... Nagyon. És egyébként itt írta valaki pont mellette, például a Skócia is olyan hely. Angliában voltam, a Skóciában így konkrétan soha. Én soha, én sem. De ja, így Skócia, Izland, vagy északi országok, tudjátok, amikor így felmentek a faszomba, amikor már tényleg, tudod, alig van ember, meg tudod, és akkor így ilyen, csak ezek az ilyen végtelen... Hát hamarabb elmennék éjszakra, mint Afrikába. Az biztos. Az biztos. Az biztos. Oké, egy kurva hideg van, de nem tudom, az valahogy nekem is valami mocskos mód tetszik. A skandináv országok olyan, mint a folyton szólna a Minecraft zene ott. A Minecraft zene? Ah, igen, értem, mire gondolsz. Ja. Nem. Hát tudod, ilyen kis ambient valami, mert hogy tudod, ilyen... Ja, hogy, mert hogy szép. Arra. Igen. Ja, aha. Igen. Úgyhogy ja, az arra úgy kíváncsi tennénk. Nem tudom, Grönland már lehet sok. Uh-huh. Grönland az már lehet sok, de a többi helyre arra szívesen mennék. Én is. Igen, így van. Ráadásul ott mindenki orvos, ezt tudjuk. Hogy a fené menne? Doktor. Mindenki doktor. Igen. Bármelyik sarkot találsz egyet. De szerintem ez is olyan, hogy tudod, az, hogy most ki hova szeretne elmenni, hogyha teheti, vagy megtehetné, vagy ha van ideje, vagy mindkettő, ezt nem tudom. Ez is így abszolút ízlés, meg pillanatnyi helyzet kérdése. Tudom, hogy nagyon sokan például ilyen mediterrán helyre szeretnének menni, hasonlók. Szerintem az is kell egy affinitás, hogy azt élvezni tud. Uh-huh. Mert tudod, most van egy olyan életérzés, amivel ha tudsz azonosulni, az úgy jó. Én nem tudom, én például, legalább lehet, hogy a kor miatt, hogy még nem vagyok olyan öreg, vagy nem tudom, de például ez az ilyen déli, ilyen siestázós, meg jó van, ráérünk arra még, meg minden. Ez a hozzáállás nekem annyira nagyon-nagyon nem adja. Hát ugyanígy. Tudod, hogy most mit tudom, hogy tudod, hogy a nap felében csak pihegünk. Meg jó, ilyenek. Hát mondjuk bepótolják este. Oké. Tehát mondom, azért megvan a balansz. Nyilván, csak mondom, én nem ilyen vagyok. Nekem van ilyen ismerősöm itthon is. Hogy ők például azért szeretnek az erdőre járni. Aha. Mert tudod, oké, hogy vadásznak, de nem mindig vadásznak. Van, hogy csak felmennek a hétvégére. Itt Magyarországon. Észak. És így, tudod, felmennek, és akkor tudod, mit tudom, van egy kis palac gázod, meg egy pottyantós budi, meg egy aksi, amiről megy a fény a
a kaibába, és akkor tudod így, ők így azzal tudnak azonosulni, hogy na akkor mi csináljunk ma? Nem tudom. Menjünk sétálni. De majd. Tudod, most főzök egy kávét. Másfél óra. Másfél óra? Hát tudod így, előszerem, kiűszem a gázt, meggyújtom. Hát tudod, valaki szereti ezt az ilyen lassú. És tudod, hogy annyira kiszakít életet, ebből az elképesztő darából az, hogy baszol mindenre. Uh-huh. Ők ezt így tudják élni. Én ebbe semmit nem tudnék élvezni. Max a magyar valóságnak azt a részét, hát hogy akkor ígyunk, baszek. De a legtöbben ezt tudják csinálni. Hogy ugye, de magát de sok embernek meg ez a feltöltődés, meg a kikapcs. Igen, és ez tök durva, hogy én ezt, nekem ez nem megy még. Aztán lehet, hogy később fog menni. Nem tudom. Lehet. Nem tudom. Meg ez is kell egy hozzáállás szerintem. Mm-hmm. Igen. Hát, hogyha úgy állsz hozzá, hogy ez rohadt unalmas lesz, akkor... Igen, de például, tudod, ez a pont ezt akartam mondani, amit írt valaki, tudod, ez a kemping élet. Igen. Ez is ilyen. Hogy tudod, amikor tudod, hogy vannak, akik járnak kempingezni. Igen, igen. És tudod, ülök, és mit csinálok ott? Hát, mit tudom, főznek valami jót. Hát, az lehet máshol is. De tudod, az más. És kim vagyunk a természetben. Oké. És akkor tudod, így idő után rájössz arra, hogy nem érted, hogy mi a jó benne. Mert tudod, ott is az a kimegyünk, és akkor mit csinálok egész nap? Ez a lényeg, hogy amúgy nem csinálok semmit. Elsőnk négy dolgot, elhúzzuk a faszba, és hogy ez pont ez a jó érzés. Ugye a legtöbb esetben a nyaralás, a kikapcsolódás, egy hosszú hétvége, egy szabad nap, ki mit engedhet meg magának, ki megyek horgászni, gondoljatok, amire akartok. Valójában azért esik jól, mert nem azt csinálod, mint minden nap. És ezt nehéz megérteni, hogy tudod, sokszor nem a tárgya a lényeg, ja, feltétlenül annak, amivel megpróbálsz kikapcsolódni, hanem az, hogy tudod, van a ritmusban egy kis törés. Sajnálatos módon Magyarországon ugye ez a törés általában az szokott lenni, hogy blackout részegre iszza magát valaki, ahogy jön a péntek. Hát általában, és nem emlékszik semmi. De sajnos az is ez. Tehát az, hogy elmész, és elkezdesz italozni, az is azt az érzést erősíti benned, hogy most végre nem azt csinálom, amit minden nap csinálok, meg nem azt sem este, amit hétköznap este szoktam csinálni. Még szomorú, hogy ez valakinek az alkohol. Vagy a társaság élet, vagy nem tudom. De értem, miről beszélek. Hogy ugye, de az ember ezt azért keresi. És mindenkinek más a megoldás erre, de mondom, én nagyon nem tudok ennyire ilyen sziesztás lenni, tudod? Az én se. Soha. Engem megmondom, hogy szintén ezért például mindig is zavart az ilyen családi nyaralásokkor. Hogy nem tudtam magadra mit kezdeni. Amikor pihen, tudod, ez a pihenés. És hát nem, azok eljöttünk nem tudom hány ezer kilométert, vagy nem pár száz kilométert, teljesen mindegy, és akkor így... Nézzük az eget. Vagyunk. Hát igen. Engem ez kiskoromban is zavar. De szerintem ez fiatalon sokkal gázabb. Akkor még gázabb, persze, még gázabb. De hogy valahogy nem. Még gázabb, igen. De hát nem. Látod, ugye ott osztogatják a családi nyaralós képeket is, tudod? Magyarország nyaralás, 0. perc. Hát jó, hát igen. És persze szomorú, amúgy nem szomorú, de azért, tudod, igen. Így, ez az, megjöttünk, tudod, apa lerúgja a cipőt, 10 órát vezettem, és így azonnal sziszen. Jó, mondjuk azt megértem, ott le kell vezetni a stresszt. Hát annyi vezetés után még jó, hogy sziszen. Igen. Hát hogy ne? Nézd, én most azt mondom, hogy én most már azt értem, ezt nem értem most se a napozást, ez miért jó, de most a pihenés részét ezt értem. Mhm. Uh-huh. Én nagyon szeretem amúgy az aktív pihenéseket. Amikor kérdezik, hogy milyen az ideális nyaralás. Akár egy túra, vagy hogy elmegyünk, valamit csinálunk, vagy megnézzünk. Vagy... Aha. Tehát, hogy szeretek így. Ja, értem. Tehát, hogy mondjuk azt mondod, hogy nem arról van szó, hogy kimész az erdőbe sétálni, hogy utána visszagyere, hanem mondjuk megnéz egy várat. Például, aha. Igen. Hát, hogy van valami cél, megnézzük. Persze, igen, az jó érzés. Igen, az, hogy... Igen, valahogy nekem engem ez jobban... És ez is kikapcsol, mert nem arra gondolok, hogy a hétköznapokban mit kell csinálni, hanem amit kell csinálni. Igen, világos. Vagyis ami a program. Világos, hát az úgy jobb. A napozás miért jó? Mert a D-vitamin elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. Én ezt értem, csak az nem kell napozni. Elég, ha a napon vagy, és csinálsz valamit. A napon. Na, a napozás... Akkor is termeled a D-vitamint, mert azt nem a nap szúrja beléd. A napon. De az, hogy így mozdulatlanul fekszek, nekem az egyszer nem jön be. Igen. Hát akkor tudod, mit tudom én, ha a tengerparton vagy ilyesmi, akkor ások egy lyukat, aztán utána ások még egyet. Én meg... Ja. Aztán betemetem. Hát én meg inkább a vízben vagyok. Vagy a vízben vagy, vagy leszarom, az meg tök mindegy. Tehát áthordom a homokot innen-oda, mint hogy feküdjék, azt nézem az eget. Egyszerűen nem szeretem. És kész, ez van. Tehát nem azzal a részével van bajom, hogy a napon kell lenni, hanem hogy miért nem csinálunk valamit. Valamit. Igen.
Hát na, de mondom, mindenkinek tényleg más a kikapcsolódás. Igen, és ez... meg tudom érteni azokat is, akik tényleg semmit csinálnak, és így úgy pihennek, az is egy formája. Az is egy formája, igen, csak majd csak arról beszélgetünk, hogy van, akinek ez nem megy. Igen, 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 van olyan. Egyszerűen ennyi és kész. Ezért is mondom, úgy kell, szerintem úgy kell megválasztani a helyet, ahova elmentek pihenni, vagy valami, hogy tudod, valami olyan legyen, ami bejön. Ezért nem irigylem mondjuk azokat a párokat, akik tudod, a két különböző ember. Igen. Fú, basszus. Azokból nagyon durva dolgok vannak. Elmentek nyaralni, ugye valami divatos helyre, mert nem tudjátok, hova menjetek. Igen. Valami szállodában, mert nem tudjátok, hova mentek, és akkor az a tuti biztos. És már eleve az van, hogy a mondjuk a hölgy, az ugye betervezi, miket szeretnének megnézni. A srác meg csak, csak annyit kérdez, hogy ugye all inclusive. Ugye all inclusive. És minden nap úgy kezdődik, hogy 3 reggeli. Tehát egymás után. Igen. A kolbászos, tojásos. Az édességes palacsintás, és a gyümölcstálas. Hogy miért ez nem derült ki még soha nekem? Hogy ezt miért csinálják az emberek? Én nem ezt csinálom, ők azt csinálják, nem tudom, hogy... Nem tudom, de igen. Érted, all inclusive. És amikor ez lement, akkor ugye WC, és aztán metára. Aztán metára, a medencébe úgy, hogy nem jössz ki, bazd meg, egész nap beleugyozol. Egész nap. Érted? Ebédig, utána 4 ebéd, egy óra pihi, metára. Szegény jány meg menne. Na igen, érted? Igen. Menne, de nem ugyanolyan. Ezekből vannak a gondok. És akkor hazajönnek, és akkor kérdezik ugye a hölgyet, hogy milyen volt a nyaralás. Jó, sütött a nap, szép volt, jó volt a medence, igen. Srácod, megkérdez, milyen volt? Kibasz, jó, legjobb volt. Olyan volt, hogy negyedül lettem volna. Kurva életben. De nem szabad különböző. Igen, ezekkel ez szokott lenni a gond. Igen. Igen, és a gyerek mit csinált egész végig? Velünk volt a gyerek. Anyával játszott. Biztos jól érezték magukat. Ez azért szomorú. Szomorú. Szomorú nagyon azért. Nagyon szomorú, sajnos. Szomorú. Ne szállj, semmi problémát nem látok, semmit. De mondom, attól függ, a különböző embereknél nagyon nehéz ügy. Igen, de azt mondom, hogy ez fordítva is nehéz. Így van egyébként. Tehát ha meg folyton menni kell, a másiknak az a pokol. Agyfasz lesz ott abból hamar. Így van. Na mindegy, ezek már csak ilyen összemosod dolgok. Srácok, de ez a pihenés ilyen. Köszi a kérdéseket ezzel kapcsolatban. Nem tudom. Nincsenek olyan óriási, nagyra törő vágyai utazással kapcsolatban egyáltalán, nem? De ja, azt már szerintem évek óta mondom nektek is, hogy úgy éjszakra mennék. Én is, hát alap. Svájcba kéne menni még, Jani. Meg Svájcba. Ott is mindenki doktor, nem? Hát meg rasszista. Még ugye rasszisták? Persze, olyan lesz, mint itthon. Komoly, ezt nem hát nincs annyi stadion. Svájcba el kell menni, mindenképp. Az nincs olyan messze. Nekem nagy tervem Svájc, hogy oda elmegyek. Az legalább nincs olyan messze. Ja, úgy annyira nincs. Nem? Részes. Lehet menni kocsival. Még Teslával is el lehet menni. Bárhova el lehet menni Teslával, hogyha kurva jól megy, aztán van időt. Pejek fel a jegyre így. Mennyit fogyaszthat? Ezt majd egyszer letesztelem. Nem tudom. Gondolj arra, hogy ott nem maradsz. Ha bármi gázban visszafordod és gurulsz hazáig. Így van. Már onnan csak lefele lehet jönni. Igen. De Svájcban még csak a reptéren voltunk. Kurva sokszor. Tényleg. Kurva sokszor, csak a reptéren. És ez igaz. És milyen szép volt a reptér és a kilátás. Nagyon szép volt a reptér, a kilátás. Komolyan. Volt a képek tehenekről. Nem csak az, hát ki lehetett látni, láttad a hegyeket. Amúgy tényleg, na, emlékszem, igen. Jó, az jól nézett ki. Igen, Izlandot még nézzük meg. Igen, Izland nekem is tetszik, csak azt hallottam Izlandról, hogy ott nem. Ott az a baj, hogy egy generál szervizre való dolgot nem tudok rákölteni reggelire. Hát rá tudsz. Csak akarni kell, Pisti. Ja, hát rá tudok, csak nem tudok hazajönni. Hát igen. Stoppolok visszafelé. Annyi. Igen. Svájcba 14 000 folyt az éves autópálya bérle? Na mondjuk... Az hogy lehet? Mondjuk nem tudom. Az orvosok dolgoznak. Nem tudom, de én hallottam már egyéb ilyen vásárlási pontokról, eladási pontokról, vagy népszerű dologról, tudom. Amivel megpróbálták volna nekem eladni Svájc turisztikát, de nem azt, hogy mennyi az autópálya matrica. Vagy lehet, hogy lehet, hogy nincs autópálya? Hogy ne lenne Svájcban? Vagy csak tudod, egy. Nem ott, tudom. Ott ne lenne, ahol nem bombáztak. 22 000. Na jó, van, ne, ebben nem menjünk bele, mert itt jönnek az árak. Kiderül, hogy 150 000 forint amúgy. Igen, gondolom, hogy Svájc is amúgy drága nagyon. Vagy lehet, hogy tudod, ő is orvos, és az orvosoknak olcsóbb kedvezményt adnak. Lehet. Erre nem gondoltam. Ezt azért csinálják, hogy az ott lakóknak legyen minden turista, hogy bassza meg magát. Így van, így van. Igen. Na mindegy. De attól függetlenül az nincs olyan messze, arra kíváncsi lennék. Én is. Jó van, srácok, húzunk a picsába. A délutáni stream az azért is beírom, mert... Valami lesz.
ingoványos. Maradjunk ennyiben, hogy mi történik. De kövessétek a menetrendet, ettől függetlenül, mert ami benne van, az úgy van. Így van, és este lesz stream, mert reggel beírtam a menetrendbe. Így van. Este még találkozunk 8-tól a szokásos YouTube-on. Így van, így van. A jövő hetet is tudjátok már nézni nagyjából, hogy hogy fog alakulni. 20-a hosszú nap lesz. Igen, majd legközelebb a HH-val szerdán talizunk. Igen, tényleg. Happy hour szerdán lesz legközelebb. Igen. Jesus De Christ! Kedden még nagyon izgalmas napok lesznek. Hát kedden 9-től nagyon sokáig streamelünk. Igen. Reggeltől. Este megjövünk Gamescom. Igen, és még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy csak vasárnap éjfélig tudjátok megvenni a palackot. Tehát addig tart, utána nem lesz soha többet zöld palack. Ez így van. Ezt most komolyan mondom. Ez nem így, azért mondom, az, hogy nem lesz stresszeljenek soha többet, az igaz. De ennyi volt. Igen. A webshopon, úgyhogy ideje. De lehet, hogy lesz más színű. Az lehet, ezt nem lehet tudni, de az is csak egy pár napig lesz. Ez csak egy napig. Hát attól függ, milyen menő szín. Hát attól függ. Ha geci menő, akkor egy napig lesz. Egy nap, ennyi. Majd na jó van. Igen. Nagyon köszi, srácok, hogy itt voltatok, és jó hétvégét. Így van, legyetek környezetudatosak, vegyetek palackot, mert a köcsök PET palack 50 forint. Pontosan. Azért az pénz. Na szevasztok, jó hétvégét.